6. alkalommal rendezték meg pénteken a Sportbarátok foci tornáját, amely egyben a második Kálmán Zsolt emléktorna is. A megmérettetésre idén 7 együttes érkezett, ahol a barátság jegyében rúgták a bőrt a játékosok a Salgótarján Sportcentrum műfűves játékterén. A tornán izgalmas mérkőzéseket láthattak a szép számban érkezett nézők, akik a borús idő ellenére esőmentesen drukkolhatták végig a csoportmérkőzéseket és a helyosztókat. A bronzcsatán még 7-es rúgásokat is láthattak, míg a döntőben 2 gólos győzelmet könyvelhettek el a címvédő nógrádi csapat tagjai. A labdapattogást követően került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre, ahol Lovasi János főszervező köszönetet mondott minden támogatónak és megjelent sportbarátnak, valamint a díjak is kiosztásra kerültek. Tisztelettel köszöntök mindenkit, aki a Sportbarátok 6. foci tornájára, ami egyben a Kálmán Zsolt elnök második emléktorna is, elfogadta a meghívást és ma megjelent. Köszönöm nektek! Úgy is mondhatnám, hogy aki ma itt akart lenni, az itt is van. Ez is már egy hagyomány, a Sportbarátok 6. foci tornáját, Kálmán Zoltán második emléktornán, Nógrád megyei inaktív játékvezető csapatnak nyertek. Gratulálok! Ezt követően jó ebédhez szólhatott a nóta, és megkezdődhetett az igazi harmadik félidő.